Sziasztok, Máté vagyok a Kreatív Farmer csapatától, és itt van mellettem Dia. Sziasztok! A mai videóban pedig egy nagyon fontos témát fogunk átölelni, ez pedig nem lesz más, mint a tápoldatok nagy témája. Ugye már lassan abban az időszakban tartunk a palánta nevelésnél, ahol már érdemes tápoldatozni ezeket a kis palántákat, és ezt fogjuk egy kicsit körüljárni a Diával a mai videóban, szóval tartsatok velünk! Szóval Dia, miért kell a palántáknak tápoldatokra biztosítanunk ilyen fiatalkorban? Pont amikor elkezdenek növekedni, abban a szakaszban vannak, amikor nagy mennyiségű tápanyagra van szükségük. Például a palántáknak a gyökeresedéshez, a foszforra, illetve a zöld tömeg növeléséhez, ugye egyre több lomblevelük lesz, egyre nagyobb leveleket fejlesztenek, ahhoz pedig nitrogénre van főként szükség. Szóval akkor magyarul lehet úgy tekinteni a palántákra, mint hogyha egy csecsemőt gondoznánk, akinek nagyon sok tápanyagra van szüksége, hogy egészséges ember palánta legyen belőle? Hát igen, mondhatjuk ezt is, igen. Párhuzamon, ha vonható a kettő között abszolút. És akkor itt láthatóak mellettünk egyébként a palánták, nem tudom, jól látjátok-e, erről egyébként csináltunk videókat, tűzdeléses videókat is, ide kattintva ezt megtekinthetitek. Szóval itt már látható egyébként a legtöbb palántán, hogy már az első lomblevelek elkezdtek kibújni, főleg egyébként a salátán látható, ezt majd át is fogjuk tűzdelni egyébként a napokban a magas ágyásba, de maradjunk a témánál egyelőre. Oké, szóval itt láthatóak egyébként, nem tudom mennyire látjátok, de három fajta tápoldatot hoztunk, ami ilyen nagyobb kiszerelés. Ezek főleg bio tápoldatok egyébként, de hogy vannak a piacon ökotápoldatok is, meg különböző műtrágyák. Ezek között mi a különbség, illetve mennyire fontos az, hogy figyeljünk arra, hogy bio vagy mondjuk műtrágyát adjunk egy növénynek, egy kis palántának. Mert azt tudom például, hogyha nagyon túladagoljuk a különböző tápanyagokat, akkor az kiégetheti a növényt, vagy a gyökerét megégetheti, vagy valami ilyesmi. Igen, ez pontosan így van. Hogyha mondjuk egy szabad földi ágyásban gondolkodunk, és túltoljuk a tápanyagokat, akkor a földünknek a talaja is el fog menni egy rossz irányba. Tehát felgyülemlenek bizonyos tápanyagok a talajban, azok akár elviszik a pH értékét is, egy csomó mindent befolyásolnak, a talaj életet is befolyásolják. Általában a műtrágyáknak ez a hátránya egyébként, hogy korlátozott mennyiségű tápanyagot tartalmaznak, főleg 3-5 makroelemet, viszont se mikroelemet, se egyéb tápanyagokat, amire ugyanúgy szüksége van a növényeknek. És ezekből, amiből ugye sok van benne, sok marad a talajban is, viszont ettől függetlenül még hiánytünetek jelentkezhetnek a növényeken, mert teljesen más anyagokra lesz még szükségük. Plusz, ezt nem tudom, hogy mennyire egy valid információ, de úgy is tudom, hogy a műtrágyák, meg az inkább ilyen gyorsabb tápanyagellátást biztosító tápoldatok egyszer adnak egy hatalmas nagy löketet a növénynek, viszont az hamar kimosódhat a földből esővel, vagy bármivel, és akkor tulajdonképpen ott vagyunk, hogy hetente vagy nagyon gyakran tápoldatozni kell a növényeket, és hogy van-e olyasmi megoldás erre például, hogy valami lassabb, hogy mondják ezt? Hát ez a... van egy szakszó, ami nagyon furcsán hangzik, ez a retardált. Igen, ez azt jelenti, hogy lassított felszívódású, tehát fokozatosan, lassabban oldódik ki, és ezáltal lassabban... És ez nekünk jobb? Hát nekünk képzelem, hogy jobb, mert kevesebbet kell kilennünk ott a kertben, vagy a balkonunkon, és tápoldatozunk a növényeket, de hogy a növényeknek ez jobb, mint hogyha megtámogatnánk őket. Például tegyük fel, van egy paradicsom növényem otthon a balkonládámban, ami sárgul, és tudom, hogy nem a víz miatt sárgul, és egyszer neki megyek egy hatalmas nagy koncentrált tápoldattal, és utána mondjuk azt látom, hogy egy hét után egészen szépen visszazöldült, elkezdett fejlődni, láttam, hogy van benne nitrogén, segít a növény leveleinek a zöldítésében, meg hasonlók, de mit ajánlanál, hogy a növényeknek, hogyha mondjuk erről a szezonról gondolkozunk, érdemes-e úgy tervezni, hogy ezeket a retardált típusú tápoldatokat biztosítsuk nekik, vagy inkább menjünk többször a koncentráltabbal? Itt a fogalmakat kell igazán tisztázni. Tehát vannak olyan tápanyagok, amelyek szilárd formában
kerülnek ki a talajba, ilyenek például a különböző a műtrágyák többsége, a komposzt, a különböző szerves trágyák, marhatrágya, baromfitrágya, stb. Minden, ami szilárd formában kerül be a földbe. És vannak a folyékonyak, amik oldott formában, ezek ugye a tápoldataink, de nem csak a tápoldatok vannak, hanem ugye a házi készítésű kis tápanyagok, például az elhelyeztett levek. Nagyon jó, a bokasilé is, igen, a giliszta tea is, ami a giliszta komposztálónak a... Nem, az igazából a talajnak a nedvességtartalmával, ami szivárok ki tápanyag az. Illetve ugye vannak még ilyen praktikák, mint a higított tej, meg élesztős víz, stb. Stb. Ezekről is majd fogunk egyébként a teljes szezon során infókat adni nektek. Tehát ez a kétféle van. A növények a tápanyagokat csak és kizárólag oldott formában tudják felvenni. Ez azt jelenti, hogy vízben oldott formában. Tehát ha mi mondjuk komposztot dolgoztunk be a talajba, vagy marhatrágyát, annak is nedvesség kell, hogy kioldódjon a tápanyag, korcsolás, és úgy tudja csak felvenni. Ergo, ha műtrágyát is, vagy ezeket a szilárd tápanyagokat juttatjuk ki, akkor lassabb lesz a felszívódás is, mert csak akkor tud belőle felszívni tápanyagot, amikor ugye megfelelően nedvességtartalom miatt kioldódnak ezek az anyagok. A tápoldat viszont azonnal felvehető a növények számára. Aha. Tehát ezért van az, hogy szokták mondani dísznövényekre is, hogy nyáron hetente egyszer tápoldatozzunk, télen két hetente vagy négy hetente tápoldatozzuk. Igazából ezt folyamatosan lehet adagolni a növénynek, természetesen betartva rajta levő töménységet, mert ez nagyon fontos. Általában egyébként mindent fél vagy egy százalékos töménységben tudunk adni a növényekben, ez az alap. És akkor nem adagoljuk túl. Így van, de ez nem csak a tápoldatokra vonatkozik, hanem például a bokasilére is vonatkozik, vagy akár a gilisztatára is vonatkozik. Igen. Ott is ugye mondják, hogy egy a százhoz, meg egy az ötvenhez higítás. Tehát itt is tartjuk ezt a fél százalék, egy százalékot. És természetesen az összes tápoldaton megtaláljátok ezt a táblázatot, mindegyik terméknél más és más lesz. Itt például piktogramokkal is segíti a termék, hogy hogyan és miként kell adagolni ezt a fajta tápoldatot. Igen, és ráadásul a tápoldatokon olyan információk is rajta vannak, amit, hogyha már mondjuk kezdünk kicsit otthon lenni a témában, akkor érdemes tanulmányozgatni. Például, ha találunk ilyen arányokat a tápoldaton, vagy a virágföldön, vagy bármilyen, hogy NPK arány, az például a nitrogén, foszfor, és kálium. És kálium, nagyon jó. Kémia. Igen, ezek makroelemek, ezek a fő makroelemek, és tudni kell, hogyha ilyen nagyon szigorú NPK arányokat találunk valamilyen terméken, akkor azt tudni műtrágyás, mert hogy a műtrágyáknak ez a háromszetevője volt régen, most már azért vannak olyan műtrágyák, aminek több is, sőt vannak ezek az úgynevezett kis ozmokót, vagy vannak plantakót nevű kis golyócskák, ezek is ilyen lassú levonású golyók. Benne van a tápanyag, ez az NPK, ugye? És ezeket bevonják, és szép fokozatosan, ahogy ezek oldódnak ki a vízben, úgy veszi fel a növény a tápanyagot. És nagyon gyakran találkozunk például dísznövények virágföldjében, marokkó mennyiségű ozmokot a földjükbe, igazából botrányos mennyiségben szokták a termesztő berendezésekben, ahol ugye cserepezik ezeket a dísznövényeket, marokszámra rakják bele a földjükbe, ami ráadásul egy tiszta tőzeg, ugye a tőzegről megtudjuk, hogy nem sok tápanyagot tartalmaz. Hát igen, kell is nekik. És ezzel szoktuk elrontani egyébként, hogy nem ültetjük el a vásárlást követően a dísznövényse, és benne marad ebbe az égető műtrágyába, az egyébként nulla tápanyagtartalmú földdel, úgyhogy... Erről egyébként lehetne egy vitát nyitni, de lehet, hogy majd jövőben fogunk is, mert készülünk egy nagyon-nagyon különleges dologgal, amit majd egy-két hónapon belül megtapasztalhatok, szóval mindenképpen iratkozzatok fel. De most azért maradjunk a tápoldatoknál, trágyáknál, műtrágyáknál. Egyébként mit gondolsz, hogy akkor mindenképpen azt mondanád, hogy
egy kezdő kertésznek mondjuk, akinek egy, csak egy balkonja van, inkább ezeket ajánlod, mint hogy ezeket a golyócskákat? Szóval nem a műtrágyákat ajánlanád, hanem inkább ezeket a bio, organikus, vegyszermentes mindenfélét. Semmiképpen nem ajánlom a műtrágyákat, főleg nem zöldségtermesztéshez. Gondoljunk bele, hogy eleve nem egészséges dolgot fogunk megenni mi sem, hogyha élelmiszernek termesztjük az adott növényt. Arról nem beszélve, hogy azért nem olyan borsos áru termékek ezek a bio- és ökológiai szemléletű tápoldatok sem, ezeket is elérhető áron meg lehet vásárolni, és teljesen biztosra tud menni az ember, hogy minden tápanyagot megkap a növény is, és ráadásul a benne lévő tápanyagok olyan helyről származnak, ami biztos, hogy vegyszermaradványt nem tartalmaz. Tehát amit te majd elfogyasztasz, mondjuk a paprika termését vagy a paradicsomot, az biztos, hogy nem találkozik vegyszerrel, hogyha vegyszermentes tápoldatot használunk. Organikus lesz, és finom lesz, és szép lesz. Ugye háromfajta tápoldatot hoztunk nektek most ebben a videóban főleg, és ez itt palántákra való, ez paradicsomokhoz, ez pedig egy zöldség tápoldat. Mi a különbség ezeknél? Szóval például, hogyha egy cukinim van, akkor ne vegyek paradicsom tápoldatot, vagy hogyha csak az van a polcokon, és nekem nagyon kell ma, akkor megtehetem-e, hogy paradicsomokhoz szóló tápoldatot adok a növényeimnek, vagy mindenképpen várjuk és vegyek egy univerzálisat. Mekkora különbség van ezek között a termékek között, és a növényeknek nagyon szigorúan fontos-e, hogy paradicsomnak csak paradicsomos tápoldatot adhatok-e, vagy adhatok esetleg ilyen univerzálisat is? Nagyon jó a kérdés, de egyébként a gyártók végtelenül leegyszerűsítik ezt, és segítenek bennünket eleve a terméken található képekkel, illetve a fő oldalra mindenképpen feltüntetik, hogy mire javasolják, nem véletlen. Ugye nem csak ez az NPK arány fontos, hanem a különböző mikroelemek aránya is, illetve nem mindegy, hogy milyen életszakaszban van a növény, palánta vagy már egy termőnövény, és az sem mindegy, hogy az adott termőnövény milyen termést hoz. Tehát a termésnek is különböző igényei vannak, amikor az adott növénynek is különböző igényei lehetnek. Például cukkinihez nem javasolnék palántákhoz való tápoldatot, mert a palántás tápoldatok azok többnyire foszforban és nitrogénben gazdagak. A foszfor segít a gyökeresedésben, a nitrogén a zöld tömegnövelésében, és a cukkininél lesz elég zöld tömegünk, ott nehogy arra menjen el az ereje a növénynek. Ugye sok nitrogéntől csak növekszik, de termést meg nem nevel, mert ugye nem olyan tápanyagot kap. Hogyha mondjuk veszünk egy ilyen általános minden zöldségre való tápoldatot, az teljesen jó. Hogyha pedig találunk olyat, ami kifejezetten a mi növényünkhöz való, mint például ez a paradicsom tápoldat, azt is érdemes azért megvizsgálni, mert hogyha csak egytől paradicsomot nevelek otthon, akkor ez is tökéletesen jó lesz, de ha én a paradicsomra helyezem a kertemben a hangsúlyt, és legalább 15 tövem lesz, azért érdemes egy ilyenbe is beruházni mindenképpen. Érdemes elolvasni a hátsó útmutatást is hozzá. A paradicsom egyébként is egy nagyon tápanyagigényes növény, ahogy ugye a paprika is, de egyébként a tökfélék is, ha már a cukinit említetted. Szóval feltételezem egyébként, hogy nagyon sokan nézik ezt a videót olyan emberek, akik csak egy balkonnal vagy nagyobb terasszal rendelkeznek, és fontosnak tartom én is, meg gondolom te is fontosnak tartod, hogy hangsúlyozzuk azt, hogy amikor egy balkonládában vagy akár magaságyásban egy zárt rendszerben kertészkedünk, akkor nyilván a földnek, amit mi belepakolunk, nem lesz annyi tápanyaga alapvetően, mint hogyha kiültetnénk valamit a szabad földbe, mert ott azért mégiscsak van valamiféle tápanyag, meg aktív élet, giliszták például, meg egyéb rovarok, bogarak. Szóval, hogyha valakinek egy balkonja van, akkor ott is nagyon-nagyon fontos, hogy a tápanyagellátást biztosítsuk ilyen tápoldatokkal, és természetesen a növényetekhez megfelelő tápoldatot kell biztosítani. Egyébként, hogyha nagyon belementek ebbe a témába, akkor említettük már az előbb a bokashi módszert, ami egy nagyon különleges komposztálás módszer tulajdonképpen. Amiről írtunk is egy elég király cikket, amit a leírásban megtaláltok. Illetve a jövőben tervezünk olyan videókat is csinálni, amiben bemutatjuk nektek, hogy hogyan tudtok házilag tápoldatokat készíteni, de hogyha esetleg nem vagytok annyira még benne ebben a témában, akkor
ezek a tápoldatok fantasztikus megoldást nyújtanak a tápanyagpótlásra. Egyébként mi is most itt a tápoldatozásról azért csináltunk egy videót, mert hogy itt van mellettünk ez a rengeteg palánta, amit el kell kezdenünk rendszeresen most már tápoldatozni, szóval ezekről a kis palántákról is mindenképpen kaptok majd mindenféle friss információt, hogyha követitek a csatornánkat, illetve a Facebook csoportunkba is be lehet lépni, amit majd a leírásban megtaláltok. És Diának köszönöm, hogy ma velem beszélgetett erről a témáról. Reméljük, hogy mindenféle ködös információt eloszlattunk a fejetekben, ami ezzel a témával esetleg kapcsolatban volt. Szóval köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és a következőben találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Dia, kérlek, mesélj arról, hogy egyáltalán miért fontos tápoldatoznunk ezeket. Dia, kérlek, ne! Ez most nehéz, Roma, csak tisztázzuk itt kamera, mert jó. Akár beszéltünk például a skorbutról, ugye a C-vitamin hiány a tengerészeknél, hogy bele is haltak például a vitamin hiányban. Nem beszéltünk a skorbutról soha. Nem. Nem, úgy általában az emberek beszélnek a... Általában, igen. Lehet, hogy kisebb lesz a termés töpörödött, lehet, hogy elrúgja a termést. Most ez egy olyan vicces. Na jól van, szóval kisebb lesz a termés, igen. Folytasd, kérlek. Honnan? Nem tudom.